A Bartók Béla a Mi Koncertó Filharmónia zenekarának hagyományos jótékonysági karácsonyi hangversenyén vettek részt az érdeklődők december 18-án. A rendezvény Rákos Mente önkormányzata, a Művészetekkel a Jövő Embereért Egyesület, a Békési György Szakgimnázium és Szakközépiskola, valamint az Ilex Kert Kft. Támogatásával valósult meg. December 18-án rendezték meg a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola jótékonysági karácsonyi hangversenyét. Idén a Békési György Szakközépiskola és Szakgimnázium díszterme adott otthont az eseménynek. A Concerto Filharmonia zenekar 2003-ban alakult, 2004-ben volt az első koncertünk tavasszal, és gyakorlatilag azóta minden decemberben, tehát 2004 decemberre óta minden decemberben tartunk karácsonyi hangversenyt. A helyszínek azóta váltakoztak, illetve egy van, hogy csak zenekari koncertet tartunk, van, hogy vendégszólistákat hívunk meg, és van olyan is, mint most, hogy kórus közreműködik a hangversenyünkön. A reformáció emlékévének tiszteletére a koncert első felében egy Felix Mendelssohn szimfóniát hallhatott a közönség a Bartók Béla a Mi Koncerto Filharmónia zenekarának előadásában. Ezt követően négy kerületi kórus, a Rotunda énekegyüttes, a Liszt Ferenc és a Misszió Kantórum vegyes kar, valamint a Rákoskeresztúri Katolikus Kórus közreműködésével Halmos László karácsonyi mise című darabja csendült fel. Régóta kerestük el az alkalmat, mert két évvel ezelőtt önkormányzati kezdeményezése volt egy ilyen nagy összefogás, akkor Eszterházy Pál Harmónia Celestisébe adtunk le részleteket, és azóta engem folyamatosan zaklattak ezek a kórusok, hogy mikor csinálunk már megint egy ilyen jó kis közös koncertet, és most hát adta magát ez, hogy akkor a karácsonyi misét így közösen eljátsszuk. A koncertbevételeit a Bartók Béla, ami új épületének felújítására fordítják a szervezők. Az esemény fővédnöke Dunai Mónika országgyűlési képviselő, védnökei pedig dr. Varjoné dr. Fekete Ildikó tankerületi igazgató és Rizlevente Rákos Mente polgármestere voltak.